fényező közönség! Fényes napokra gyűlünk már immár ezen a héten harmadik napja, és tegnap este nagy szomorúságomra a tegnap esti előadó művészek nem tudták, hogy milyen apatóból is vannak ők a Máté Szalkai színpadon. Megmondom őszintén, nagy szomorúság töltött el, szóval itt vagyunk, valami a fénnyel kapcsolatos valami, de nem is tudom, megkérdezte a levezető zenész a kollégát, hogy tudod-e, hogy miért vagyunk itt? Erről tőle nem is várom el, hogy tud. Így legyintett rá, megmondom, hogy ti tudjátok, akkor nagyon boldog vagyok. És a közönség is bízom benne, hogy tudja, hiszen mindenütt ismerős arcokat látok, akit már számtalanszor látom, mint a Szatmári Múzeumban, a Fényes Napok valamennyi programján, hiszen bővelkedünk. A napokban utcát járva halljuk a pozitív és negatív jelzőket. Nagyon jó, változatos, érdekes, következő. Minek ez? Ilyen gazdagok vagyunk? Minden tényleg a gazdagok. Fényes napok, hiszen belegondolunk a szatmári falvokban is, mindenki büszke valamire. Büszkék a dobosiak a sütőtökre, a mirodaiak a dióra, a szamos vagy a szamos kérjek megint valamire, mindenki megtalálja azt a lóvumot, amivel büszkélkedhet, és a virág előtt felmutathatja magát. Nem is kell felmutatni, csak gyűjjenek össze, hiszen annak a településnek az ünnepe. Mi hozzánk is jó volt a Jóisten, és kezünkbe adta azt a mécsest, azt a lámpát, amivel bevilágosítottuk Magyarországot. Gyakran mondom ezt, hogy Máté Szalka a fényvárosa, és ilyenkor hangosan nevetnek rajtam. Hát bőven legyünk büszkék arra, hogy tényleg azok vagyunk, és a muzsikás együttesnek nem kell elmondani, hogy miért vannak itt, milyen az apropó, de mégis vendégeink is vannak, akik nem értik, illetve nem mindenki érti, hiszen polgármesterek vannak itt a testvérvárosokból. Szeretném bemutatni a Homonnai testvérváros polgármesterét, Vladimir Kosztelnyi doktor urat. A Munkácsi önkormányzati titkárát. Mai alkalommal jeles alkalmakra gyűltünk. Köszöntöm körünkben, és nagyon sokan nem kell bemutatnom, hanem csak köszöntenem Somogyi Győző Munkácsi díjas festőművész urat. És a nem kevésbé híres muzsikás együttes, akit majd a még nagyobb közönség előtt a színpadon újra köszöntetek, számos díjat tulajdonosát, majd ezeket kint elsorolom. Hiszen a művészet iránti legnagyobb alázattal most ők csak közreműködnek, de néhány perc múlva ők lesznek a főszereplők a nagy színpadon. Tisztelt közönség, köszönöm, hogy itt vannak, és nagyon nagy számban vagyunk itt. Egy újabb szelete. Egy újabb szelete Máté Szalkának, egy újabb művészeti ág, és hogyha ezekből a fényes okok költségéből most város épített volna 300 méter utat, vajon ki vitte volna ebből haza? Egy négyzetméter, egy négyzetdeciméter zsemünkbe az aszfaltból. Az élmény. Csak az élményt visszük el magunkkal, visszük magunkkal haza, és hirdetni Máté Szalkának azt a technika történeti eredményét, hogy itt bizony 1888-ban a mai Magyarországon elsőként kigyulladt közszínű irányítás. Ünnepeljük ezt, és ünnepeljük a kiállító művészeinkkel, akik ezt a történelmi tartalmat megtöltik gyönyörűséggel, mind képben, mind hangban, mind prózában. Kedves vendégeink, ezek után felkérem a Művészetbarát Egyesület titkárát, Pénzes urat, hogy köszöntse Somogyi Győző művész urat. Kedves vendégek! Engedjék meg nekem, hogy rögtön először elnézést kérek, mert én nem megnyitni fogom a kiállítást, azt majd maga a művész teszi meg. Én voltam olyan szemtelen, hogy Cservenyák igazgatótól kértem néhány percet, és ő tudta, hogy kockáztatja a jó hírnevét, amikor ezt nekem megadja. De az én életemben nagyon nagy pillanat a mai, hiszen a mai kiállító művész, Somogyi Győző az én egyik példaképpen. És ha ez a nagy megtiszteltetés ért, én, akik tudják a Máté Szalkát, hogy nem vagyok egy reszkető hangú, igen magabiztos embernek látszó valaki vagyok, most remeg a lábam is és a hangom is, mert az, hogy valaki élet egyik nagy példaképével mellett állhat, a 80-as évek elején Salföldön telepedett le, TISZ, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségben,
titkára a Radetzky Huszár Egyesületnek, a Káli Medence Környezetvédő Társasága Veszprémi Művész C. és a Magyar Művészeti Akadémia tagja, mi több vezetőségi tagja. Megkérem Sipos Misiéket, hogy köszöntsenek minket, köszöntsék a művészt, gyönyörű muzsikájukat! Végéig. Ezek nem azok a színes tojástemper a képek, amelyekről Otto beszélt, hanem színes ceruza és tusrajzok a magyar hadiviselet történetéből egy kis szelet. Gyerekkorom óta, mint a legtöbb fiúgyerek papírkatonákkal, ólomkatonákkal játszottam, én magam készítettem, festegettem ezeket a kis hadseregeket, és az asztalon, terepasztalon, kis ágyúban lövöldöztem rájuk, és ebből származott az én érdeklődésem a történelem iránt. Hogy pontosan el tudjam készíteni ezeket a kis harcosokat, bújtam a könyveket, és a világ minden katonai egyenruháját megrajzoltam, megpróbáltam újból elkészíteni, és hát az évtizedek folyamán, noha, mint kiderült itt, nagyon sok mindennel foglalkoztam, de a katonásdihoz és a hadtörténethez való vonzódásom megmaradt.